A 60-as évek elején mindössze 15 ezer autó jár a pesti utcákon. Számuk 1980-ig megtízszereződött. Fokozatosan eltűnnek a nyugati DKV, Steyr, Adler és Topolino modellek, és átadják helyüket a szocialista világ típusainak. Megismerjük a csúcsforgalom és a dugó kifejezéseket, de a Kossuth-Lajos utcáról még balra is kanyarodhatunk a Városháza felé. A szegedi ruhagyár textilből autógarást készít. A kicsinyre összehajtható vízhatlan garást a gyár technikus csoportja tervezte. A különböző típusú autókra megfelelő méretű és formájú ruha kerül. Kiránduláson, autótúrán, jó és rossz időben egyaránt jó szolgálatot tesz a kis sátor előtér. A Magyarországon kapható gépkocsi típusokhoz külön kézikönyvcsalád jelenik meg, így gondozd a sorozat címmel. A könyv a lehetséges műszaki hibák mellett az autók külső és belső ápolásához is hasznos tanácsokat ad. A mosáshoz puha szivacsot, a felépítményhez átfolyó kefét, a kerekekhez nyeles kefét használjunk. A vizet egyenletesen vigyük a felületre. A samponozás után a kocsi szekrényt alaposan öblítsük le, majd műszarvas bőrrel jól töröljük át. Ne feledkezzünk meg a krómozott fémrészek ápolásáról sem.